egyeztetés van most egy befektetővel, ha lehet itt nagyon óvatosan fogalmazni, mert pályázati forrást nem találtunk rá. Egyébként ez legalább egy olyan 200 millió forintos beruházás most már. 2015-ben, amikor fölmértük, akkor kb. Egy olyan 120-130 millió forintból meg lehetett volna ezt a beruházást valósítani. Ma már azt mondom, hogy inkább 200 millió forint. Nyilván az építésük, de végben a változások miatt egyrészt, másrészt pedig folyamatosan ugye romlik az épületnek az állaga. Az örökhagyó egyértelműen kinyilvánította a végrendületében, hogy kifejezetten zenei, kulturális közösségi tér kialakításával újulhat csak meg az ingatlan. Igyekeztünk határon átnyúló pályázatban keresni erre forrást, sajnos ebben nem valósulhatott meg, illetve most egy befektetővel van egy egyeztetés, hogy az épület ingatlan megvásárlásával valamely részét kialakítva erre a célra, esetlegesen az épület többi részét más célra használva megújulhat az épület. Most erre várjuk majd a jogi véleményeket, szakvéleményeket.